Sziasztok! Itt egy Vivi. A mai videóban a Vivi Show első részét hozom el, mivel most jön ez a rész, mivel megígértem, hogy lesz ebből rész, ilyen kritika videó, akkor kezdjünk is bele. Tracerek, vagy más néven kotizó. Szóval, először is kezdeném azzal, hogy láttam már YouTube-on olyan videókat, ahol animátorokat kopíznak. És hát ebbe belenéztem én is, szóval mondhatom, ez inkább egy undorító dolog. És hát kérlek, ezt csináljátok ezt. Mert az animátor, aki híresség, az például nagyon sokat dolgozik egy animáció, és azt lekopizzák neki. És hát ez pont ugyanígy vagyok vele én is. Tudom, valakinek megtetszik egy animáció, például egy olyan embernek, aki nagyjából szereti azt az embert, aki egy animátor, és azt inkább lekopizza, és felteszi YouTube-ra. Ő ezt csinálta, és higgyétek el neki. Szóval, hát én is ebben belebotlottam néhányszor, szóval ez velem is megtörtént, és még mindig megtörténik ez a dolog, mint mindenkivel. Szóval nem egyszer kopizták le Rosalit, vagy Kitty a Snuff-t, meg így olyan animátorokat, akik híresek itt YouTube-on. Én nem vagyok híres, szóval engem inkább utálnak itt YouTube-on is, hát ja. Először kérdezzétek meg attól az illetőtől, aki csinálta az animációt, hogy kitehetitek el a YouTube-ra, és kitettétek, redditeljetek, hogy ezt ő csinálta és nem ti, mert akkor amúgy így bajba is lehettek, mert tudják, hogy nem ti csináltátok. És talán így meg is tanítom a hétereket, de tudom, hogy nem fogom megtanítani őket. Szóval, kérlek, ne kapítsatok senkit sem. És tudom, hogy ti nem fogtok, azt nem tudom honnan. Szóval, remélem, hogy tetszett ez a videó, nyomj meg like-ot, és iratkozz fel, majd a következő Vivi Show videóban találkozunk. Sziasztok!